Mozgalmas és eredményes hetet tudhat maga mögött a sényűi futballcsapat. Az NB3 keleti csoportban 8 nap alatt játszottak le 3 fordulót, bár a sényűi játékos keret nem túl bő, és munkahelyi elfoglaltságok is nehezítették a szakmai stáb dolgát, a csapat a 3 meccsen 9 ponttal gazdagodott. Elég jó kis sorozatterhelésen vagyunk túl itt a múlt hét kapcsán, viszont mondhatom, hogy nagyon eredményesen sikerült. Ugye mindhárom meccs így a tabellát elfoglalt helyek alapján papírforma volt, de kezdeném először ugye egy kronológiai sorrendben, a táj az is egy nehéz mérkőzés volt. Ugye hiába nyertünk 4-0-ra szerdán a Füzesgyarmatot még sose vertük meg egyébként, mióta MB3-ba vagyunk, most ezt is abszolváltuk, és most hétvégén pedig ugye a Salgótarján tudtuk, hogy egy nagyon nehéz mérkőzés lesz, ugye, mert a bennmaradásért küzdenek. Elég hamar kaptunk gólt, aztán a második félidőben sikerült egyenlíteni, ugye a győztes találatot pedig a 84. percben sikerült megszereznünk. A keleti csoport tabelláját a Kazincz Balcika vezeti 84 ponttal a 71 pontos Deac előtt. A hetedik helyen álló Sényű eddig 51 pontot szerzett. Én úgy gondolom, hogy teljesen rendben van az eddigi szereplésünk. Hát hiányérzet nagyon-nagyon pici van csak, és egyébként, de ugye a foci néha vesz, néha ad, vagyis néha elvesz, néha ad. Valahol úgy ez most nálunk szerintem mixben van. Egyetlen egy meccs lóg ki ebből a sorból, a Debrecen 2 elleni idegenbeli 5-1-es vereség, de ezt leszámítva, hogy a többi meccs nagyjából jól alakult. Az elmúlt 4 mérkőzésből van egy döntetlenünk, meg 3 győzelmünk. Van még hátra 7 forduló, ugye van 51 pontunk, előttünk a Kisvárda 2-1 pontra, a Tiszaújváros pedig 3 pontra, úgyhogy ezek csapatok még lőtávon belül vannak, viszont mögöttünk a 11. helyik ilyen 46-44 pontos csapatok vannak. Hát a hátralévő cél az, hogy a minimális célunk, tavaly ugye 57 pontot szereztünk, ezt szeretnénk most valahogy megugrani, valamint minél jobban megszilárdítani nagyjából ezt a helyet, ahol most vagyunk. A Sényű vasárnap a 13. helyezett DVTK2-höz látogat. A Diósgyőriek első csapata a feljutásért harcol az MB2-ben, így csak a meccs előtt derül ki, hogy kik szerepelnek a második csapatban. Visszajátszókra nem nagyon számítunk, bár ez ugye mindig ott meccs előtt derül ki, hogy a második csapatok milyen összetételbe lépnek pályára. Itthon kikaptunk ősszel ugye a DVTK2-től, most szeretnénk visszavágni, viszont mindig nagyon nehéz, kínlódós meccseket játszunk velük, meg mondom a második csapatokra igazából nem is nagyon lehet készülni, mert mindig változik az összetételük, hát megpróbálunk minél jobb eredményt elérni. A forduló további párosítása a következő: Deac Békés Csaba, BKV előre Kazincz Barcika, Kisvárda 2 Hajdúszoboszló, Eger Tiszaújváros, Törökszent Miklós Tája, Hidas Németi Újpest 2, Putnok DVSC 2, Jászberény Tiszafüred és Salgótarján Füzesgyarmat.